Egyszer ősidőkben még voltam Balatonfogváron, és de akkor személyesen nem ismerkedtünk meg, és azt tehát akkor nem számít, de amikor én megismertem őt, ez most visszaemlékszem egy pillanat, ez 1977-78 Rózsa Presszóban ismerkedtem meg, méghozzá úgy, hogy volt, akkor én Kelemen Károlyjal és az ő társaságában jobban voltam, és ők szerveztek a Rózsa Presszóban egy ilyen művész szalon jellegű összejövetel sorozatot, illetve hogy mindig ott kellett találkozni, és egyszer oda mentünk, akkor én a Batthyány utcában laktam egy szükséglakásban, ahol a húgom Juli is ott lakott, és emlékszem, hogy akkor vele együtt voltunk ott a Rózsa Presszóban, és ez egy olyan összeismerkedés volt, ahol a Juli is összeismerkedett a Gyurival, ott ismerkedtek össze, és aztán ebből az összeismerkedésből aztán szerelem lett, és elkezdtek járni, és én a Gyuri tulajdonképpen már a kezdettől fogva ilyen családi kontextusban ismertem meg. 76-ban Franciaországban voltam, és aztán 77-ben költöztünk mi ebbe együtt a szükséglakásba, és arra már kifejezetten emlékszem, hogy, hogy a Juli az akkor velem volt, illetve bennünk, mert egy nagy társasággal voltunk. 77-ben azt lehet talán elmondani erről, hogy akkor ez a Batthyány utcában, a mi lakásunkat azt a Gály József utcában tatarozták, és a Batthyány utcában egy olyan szükséglakás volt, ami egy ilyen nagy buli centrummá vált. És akkor erről már hallottam. Például a B. Nagy Anikó mesélt erről a házi buliról. Hát azok, hogy minden héten, vagy minden héten többször is házi bulik voltak, csendháborítás, feljelentések, és ez egy ilyen kicsit ilyen alternatív kultúrközpont lett ott, legalábbis a kiterjedt baráti körömbe, és nagyon sokan mindig ott, minden este ott találkoztak, ez úgy valahogy úgy folyamatosan, vagy fokozatosan alakult ki, és elég sok barátom volt, és akkor éppen azért tudom, hogy ez a franciaországi tartózkodásom után volt, hogy voltam 4 hónapig 76-ban Párizsban, és ez egy ilyen ihletet adott nekem arra, hogy egyféle ilyen kommuna, alternatív életforma irányába nyissak, és próbáljam átalakítani az életemet, és ez a Batthyány utca ez ennek a jegyében alakult. És hát akkor nagyon is érdekelt minden, ami itt a magyarországi undergroundban, akkoriban kibontakozóban volt. A Gyurival tehát én úgy találkoztam, mint a hajdani, a boglári, hősi dolgok egyik főszereplőjével, akivel hát akkor ott beszélgettünk is ezekről a dolgokról, akit nagyon meg is viselt, ő ezt el is mondta, sokat mesélt erről, de aki éppen 76-77-ben már valahogy újra összeszedte magát, és új vállalkozásokba kezdett. Az egyik ilyen új vállalkozás az akkoriban éppen ez a fajta Artpool jellegű dokumentációs tevékenység volt. Ez akkor még nem alakult ki, de már akkor valahogyan elkezdte. Tehát ő vele, amikor megismerkedtünk, akkor mentünk különböző kiállítás megnyitókra, az ő kiállításainak a megnyitóira is. Ezek nekem nagyon érdekesek voltak. Én egy egész más millióból jöttem, én a Történettudományi Intézetben dolgoztam akkor, és hát az ilyen fiatal, némileg ellenzéki, mondjuk a politikai ellenzékiséggel egyre inkább rokon szenvező fiatal kutatók baráti társaságában voltam. Ez a művésztársaság, ami a Gyurié volt, az annyiból érdekelt, hogy engem érdekelt akkoriban minden, ami szubkultúra volt. Elsősorban a rockzenei szubkultúra, és hát Magyarországon akkor volt egy komoly rockzenei élet, és hát ezek nagyon is foglalkoztattak, mert nagyon közelről
bele volt építve az életembe, állandóan ilyen zenéket hallgattam, és akkoriban volt, 1977-78-ban alakult ki Magyarországon ez a New Wave, Molnár Gergely, akkor, aki egyébként a Gyurival jobban volt, tehát az, a Gyuri bejáratos volt ezekre a helyekre, a Ganzba, a Erdély Miklósnak a kreativitási gyakorlataira, vagy Fafej, vagy ezekre a megnyilvánulásokra, tehát ez nekem egy ilyen, akkoriban egy felfedezni való világ volt, és ez ebben a Gyurival való ismeretség, és aztán hát nem ismeretség, mert ez tulajdonképpen ilyen napos kapcsolat lett, aminek a vége az lett, hogy a Gyuri az tőlünk elköltözött a Gyurihoz, aztán utána a felesége lett, tehát mi tulajdonképpen 77-től kezdve családi közelségben éltünk a Gyurival, és hát figyeltem és érdeklődve néztem, hogy egyrészt hogyan kísérletezett először ugye szitanyomatokkal, konceptárttal, aztán utána a szobrászattal ment ilyen különböző művésztelepekre, hozta a kertünkbe a különböző szobrait, akkor kezdett el ezekkel a lépés lábnyom szobrokkal kísérletezni, és amit értékeltem és amit nagyon fontosnak tartottam a tevékenységében, hogy a saját művészeti érdeklődésén túlmenően mindig volt benne valamiféle ilyen szervező tevékenység vagy szervezésre törekvés, valahogy összefogni mások hasonló vagy az övéhez illeszkedő tevékenységét. Ez volt például a mail art, az egy olyan dolog, ami eleve egy ilyen kommunikatív típusú művészet, és akkoriban volt nálunk, nem nálunk, szóval itt Magyarországon, meg nála konkrétan Cavellini, akkor ezek a Cavellini stickerekkel, meg mindenféle más ilyen mail art művészettel, ő megpróbálta azt, amit csinált, valamiféle ilyen közösségi alkotássá tenni. Ez részben hasonlított arra, hogy én a magam területén együttműködtem másokkal, más fiatal ellenzéki, vagy történész, vagy filozófus, vagy szociológus barátaimmal, és hasonlított arra, ami általában elképzeltem arról, hogy ki kell, ez egy nagyon unalmas kultúra volt, amiben éltünk itt a 70-es években, a hivatalos oldalról nézve, de másik felét viszont mit csináltuk, és az nagyon izgalmas volt. Azt lehet mondani, hogy sokkal izgalmasabb, mint ami ma van, mert egy ilyen undergroundba, egy közös kreclibe mindig történt valami, és nagyon odafigyelt a különböző, sok különböző irányból érkező ember egymásra, és ott a filozófusok, a vallás történészekkel és a művészek, a rockzenészekkel és a szociológusok, a zenészekkel keveredve egy nagyon érdekes milliót alakítottak. És hát a Gyurinak is megvolt ebben a helye, sőt nem is jelentéktelen helye, mert akkoriban akkor kezdte egyre inkább akkor fölvenni ezeket a dolgokat, a többiek alkotásait, és ebből lett azután az Art Pool. Most nem tudom, hogy volt egy, nem tudok visszaemlékezni, hogy konkrét dátum van. 79, amikor azt mondta a szobájába, ugye a tetőterébe felhalmozott dobozokról, hogy ez egy archívum, és onnantól kezdve akkor az már Art Pool volt, és onnantól kezdve akkor bizonyos dolgok azok nem lakás, hanem hogy mondjam, ilyen dokumentációs zónává minősültek, és bizonyos dobozok azok nem dobozok voltak, hanem már az archívumnak a részlete, és a Juli az egyre inkább szintén bekapcsolódott ebbe, és ez lett neki a fő foglalkozása. Ő korábban szerkesztőként dolgozott, és aztán egy idő után ezeket a szerkesztői munkálatokat abba hagyva fő foglalkozásba ennek az Art Pool-nak a szervezőjévé lett, illetve ebbe fektette bele az energiáit.
És aztán utána egy másik ilyen dokumentációs dolog, tulajdonképpen a Gyurinak a harmadik, azt lehet mondani, hogy az első ilyen nagy szervező és mások munkáját is a magáéhoz hozzákapcsoló és az egész kollektívált mozgató tevékenység, ez a Boglári dolog volt, a Boglári kápolnatárlat sorozat, a másik, második, ami azóta is tart, ez az Artpool, és aztán a harmadik, az pedig ez az AL, az aktuális levél, ami egyféle félúton volt a szamizdat és a művészi alkotás között, de egy nagyon fontos dolog volt tulajdonképpen a művészi közéletben. Az akkoriban volt már, az azt hiszem 1981-82, amikor a szamizdat az már nagyon javában működött, de beindult egy szamizdat folyóirat is, a Beszélő, aminek egyébként a Gyuri tervezte a borítóját, és akkor hát ez egy ilyen éles helyzet volt, amiben nem lehetett azt tudni, hogy most akkor egyszer csak durvább lesz a rendszer, és börtönbe csuknak-e minket, vagy pedig, vagy illetve szigorúbban üldöznek, mert valamennyire üldözték az embereket, nem adtak útlevelet, vagy másféle szankciók voltak, de nem volt olyan rettenetesen vészes, és akkor bizonyos bátorság kellett ahhoz, hogy valami azért elindítsa valaki, és akkor a Gyuri az végül is egy bátor lépés volt, hogy ezt az ART, ezt egy nagyon bonyolultan definiált módon, tehát hogy nyilván ebben egy védekezés is volt, hogy ez nem szamizdat, nem újság, hanem levél, magánlevél, műalkotás, de hát ez tulajdonképpen mindenkinek szüksége volt arra, hogy ezeket a kapaszkodókat is megtalálja, hogy mitől lesz védhető az, hogyha netán megtámadják ezeket a dolgokat, és emellett azonban ebből egy nagyon érdekes dolog lett, mert éppen ettől a több műfajúságtól lett ez végül is más, mint a politikai szamizdatok, és lett érdekes és elfogadható egy csomó olyan ember számára, aki politikai szamizdatot nem is olvasott, de akinek ez a művészeti, ilyen fanzinszerű ilyen lap az kellett. Egy hiánypótló volt. Hát hiánypótló is volt, meg hát dokumentációban azért arról van szó, hogy az archívum is dokumentál, de az archívum az nem kommunikál, és egy ilyen levél, az meg éppen azzal, hogy belekerül egy olyan mezőbe, ahol van egy alternatív művészi közélet, és ahol a mélárt és általában az a kapcsolattartás, ez igazából ilyen dolgokat is megenged, vizuális kommunikáció, vizuális információt is kell ugyanis terjeszteni, és a műalkotásoknak a leírását, meg eseményekről, tehát itt ennek volt egy ilyen dokumentáló és figyelemfelhívó szerepe, és ez egy nagyon érdekes köztes műfaj volt, amit jól kiaknázott ez. Nem is tudom, hogy hány száma volt, de hát 11. 11. Szóval mindesetre az jó volt. És én pedig akkoriban minden ezeket a különböző szamizdatokat egy nagy nylon zacskóba mindig hordtam magamnál, egy mozgó újságárus is voltam, azon kívül, hogy hát ezeket nagy élvezete olvastam, vagy olykor írtam is ilyenekbe. Ha szavakba kellene jellemezni, akkor kitartó ember, egy nagyon kitartó, és valaki, akiben megvan az a képesség, hogy hosszú-hosszú kínlódások után is kitartson olyan dolgok iránt, amik nehezen mennek, és újjászülessen a nehézségek ellenére, és újra meg újra, újabb konstellációban próbálja meg ugyanazt a gondolatot folytatni. Tehát valaki, szóval most így visszanézek az életére, vagy az alkotásaira, akkor abban van egy következetesség, és egy elismerésre méltó kitartás, mert ugye később is lett, ugye ezt tudjuk, hogy az Artpoolból lett aztán egy archívum, tudjuk, hogy lett egy galéria. Ez az egyik, amit így el lehet róla mondani.